Ha valaki borról beszél, a legritkábban gondol kőzetekre. Hogy mi köze van a riolit tufának vagy az andezitnek egy jó palac tokaihoz, azt Balassa Istvántól tudtuk meg. Nekem az volt a fő motiváló erőm, hogy mérjük először is fel, hogy a borvidéken, hogy mivel állunk szemben, mert senki nem tudta pontosan megmondani, hogy egy elég komoly kutatási programot indítottunk 2013-ban. Ez tartalmazott légitávérzékelés, talajtani kutatásokat, terepi bejárást, vagy meteorológiai kutatásokat, és egy olyan térinformatikai rendszert sikerült készíteni, amivel pontosan tudjuk minden négyzetméterről, hogy mivel is állunk szemben. Ugye, mert nyilván tudjuk, hogy van a szőlő, és vannak az adottságok, amik Tokajhegyen zseniálisak. Ugye, ennek alapján tudunk például már új telepítéseket eszközölni, amik az adott talajtani és egyéb más viszonyoknak a legmegfelelőbb összetétele, genetikai összetétele tudjuk a tőkéket ugye elültetni, és a lehető legmagasabb minőséget tudjuk ebből kihozni. És ugye ez minden termelőt, gazdát, borászt segít abban, hogy hogyan művelje a szőlőt, mi az a termelési cél, amiért érdemes ott küzdeni. Nyilván vannak olyan részek, ahol zseniális a adottság, mondjuk szárazborra vannak, ahol nagyon jó az adottság, például édesborra vagy aszura, és vannak olyan részek, ahol gyorsan le kell szedni a szőlőt, mert ha sokat várunk, akkor nem lesz semmi a végén. Uh-huh. És akkor ezekből ugye nyilván össze lehet rakni. A Balassabor birtoka 10 hektár, 11 dűlő, 37 különböző parcella. Becsek, Bomboly, Nyulászó, Szent Tamás, Mádon található, Donát Tokajban, Dorgó, Hangács, Kakas, Mezőzomborban, Mézes Máj és Turzó pedig Tarcalon. Van egy nagyon kedves barátom, aki szokta promotálni Tokajhegyet, és ő úgy szokta bemutatni Tokajhegyet, hogy most a világ legbonyolultabb borvidékéről fog beszélni. És ez nagyon így van. Ugye egyrészt van a rengeteg termőhelyünk, ugye nagyjából az 5000 hektár, én úgy satszom, hogy 1000 különböző termőhely van. Valamint van egy olyan problémánk, hogy a legjobb barátunk és a legnagyobb ellenségünk az úgy egy és ugyanaz, és úgy hívják, hogy botritis. Ugyanis a világ számtalan borvidékén betegségként tekintenek a botritiszre és védekeznek ellen, és ugye nekünk is egyik szemünk sír, másik nevet, mert hogyha száraz bort szeretnénk készíteni, akkor a botritisztől meg kell ugni a szőlőt, viszont hogyha édeset szeretnénk, akkor pedig nagyon-nagyon szeretnénk, ha a botritiszt jön. De most ezt a kettős, duális, hogy mondjam, személyiséget vagy egyéniséget nagyon-nagyon nehéz kivitelezni, és ugye erre még rájön az időjárásnak a szeszély, és ezért mondtam, hogy a szüret nálunk az mindig egy nagyon-nagyon bonyolult, logisztikailag szinte elképzelhetetlen és nagyon vontatott dolog, és ugye rengeteg kézi munkaerőt igényel, ami hát nehezíti a dolgot, mert ebben nem állunk most már jól. Nagyon-nagyon változatos a fürtöknek az összetétele, és rengeteg munkát igényel mind a száraz, mind pedig a tökéletes késői alapanyagnak a szétszelektálása, valamint ugye az aszuszemeknek a kiszedése, és egy vontatott, nagyon hosszú, több mint 2,5 hónapos megállás nélküli munka, ami rengeteg logisztikai problémával jár, de hát nyilván most már boldogok vagyunk, mert túl vagyunk rajta. Nagyon szép lett az évjárat, lett nagyon jó száraz tétel is elég sok, és kimagaslóan jó édes tételek készültek. Tehát az én esetemben például 7 különböző szamorodnit, édes szamorodnit tudtam készíteni, ami hát nem minden évjáratban adódik meg. Valamint nagyon szép aszú is készült, úgyhogy összességében nézve elégedett vagyok, és egy nagyon szép évről beszélhetünk. Balassa István fogékony arra, hogy meglássa a nehéz helyzetben élőket. A Szent Tamás dűlőben van 4 hosszú szőlősor, ami ezt bizonyítja. Van itt ez a 4 sor, amit kifejezetten arra célra művelünk és tartunk fent, hogy innen jótékonysági célokra készül egy meghatározott nagyon kicsiket étel, kb. 100-120 liternyi. Tehát ez nagyságrendileg ilyen magnum palackban, vagy ilyen 35-40 palack. És az innen készült termést, akár száraz, akár édes vagy késő születelésű, ez kifejezetten csak is jótékonysági célokra lesz és árverésekre készítve. A Szent Tamás dűlő első terméséből majd csak az év végén lesz bor. De a tokai támogató már kiválasztotta azokat a kincseket a pincemélyéről, amikkel az idei kantarozgála pályázóit segítheti.